A fertőzési és a halálozási számok, megjelent az egzisztenciális szorongás is. Napjainkban a nagyon súlyos eseteket látják el, eddig több mint 1850 covidos beteget kezeltek a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Tették és teszik ezt ugyanazzal a komolysággal és alapossággal, ahogyan mindig is gyógyítottak, hisz a beteg túlélése nagyban függ az ellátás minőségétől. Önzetlenség, helytállás a nehézségekben, kitartás, empátia, szakmaiság és még sorolhatnánk a példaértékű ápolók jellemvonásait. A koronavírus által uralt nehéz időszakban köszönettel, tisztelettel és hálával kell rájuk gondolnunk, hiszen sokan közülük ott vannak a frontvonalban, és felbecsülhetetlen szerepük van abban, hogy a betegeknek segítséget, enyhülést nyújtsanak a legnehezebb pillanatokban. Az ő felelősség érzetükön, segíteni akarásukon is múlik, hogy milyen benyomással távozik a beteg, mennyire válik elviselhetővé, milyen mértékben szolgálja a gyógyulást a kórházban töltött idő, miközben előfordul, hogy nekik is szembe kell nézniük a fertőzéssel. Hargita megye tanácsa ma az önzetlenség díjjal ismeri el a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház tüdőgyógyászati és fertőző betegségek osztályán tevékenykedő orvosi asszisztensek munkásságát. A kitüntetés azoknak az egészségügyi dolgozóknak adományozható, akik önzetlen tevékenységükkel járulnak hozzá az emberi életek megmentéséhez. Ezzel az elismeréssel megköszönjük munkájukat, és azt, hogy vállalják a terhet továbbra is. Profesia de assistent medical, o voce facuta sa conducă spre o lume sănătoasă. Asistenții medicali, femei sau bărbați, joacă un rol cheie în toate instituțiile medicale, fiind responsabili pentru sănătatea, bunăstarea, siguranța și recuperarea pacienților. Atributele, profesionalismul și responsabilitățile pe care și le asumă asistenții medicali demonstrează vitalitatea profesiei lor. Există peste 20 de milioane de asistenți în întreaga lume, prezenți din momentul nașterii unei vieți și pe tot parcursul acesteia, rolul lor fiind esențial în abordarea unei game largi de probleme de sănătate. Asistenții sunt, în numeroase situații, singuri profesioniști din domeniul sănătății, accesibil pentru mulți oameni în timpul vieții lor. De cele mai multe ori, sunt singurii care asigură asistență medicală pentru populația aflată în zone dezavantajate, desfășurându-și activitatea în condiții dificile și într-un stres extrem. Consiliul Județean Harghita, prin decernarea premiului altruism, le mulțumește asistenților medicali care activează în cadrul colectivului secției boli infecțioase și secției de pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc. Distinția este acordată pentru spiritul acelor persoane care prin activitatea lor altruistă au contribuit la asigurarea sau salvarea de vieți omenești, precum și la promovarea unui valori în județul Harghita. Elnézést a késésért, de nagy-nagy szeretettel igyekeztünk ide. 2 óra alatt ide értünk Vásárhelyről, nem tudom a menedzser asszonynak mennyi szokott. Úgyhogy remélem a rendőrök ezt nem követik, nem nézik. És ugyancsak távolról kezdeném a beszédemet, London. Ezelőtt 2 évvel a nagyobbik lányom, most 12 éves, akkor 10 éves volt, és sokat olvasott, hallott Florence Nightingale-ről, és megkért engemet, hogy menjünk el, nézzük meg, hogy ő hol tevékenykedett, és hát össze is jött, hogy vakációba elmenjünk, és tényleg én az, amit az ápolói tevékenységről, hát ott helyben, abban a múzeumban, Londonban láthattam, illetve a lányomtól tanulhattam, az nagyon megható volt, és tényleg a gondolkodásmódon is változtat, mert ugye ő volt a lámpás hölgy, aki rengeteg embernek az életét azzal mentette meg, hogy éjjel szóval tartotta, beszélt velük, illetve
felfigyelt arra, hogy nem elég csak a hadi hát sérülteknek az ellátása simán, hanem oda kell figyelni a tisztaságra, a higiéniára, oda kell figyelni arra, hogy hiába van a legjobb orvosi tudás, most elnézést a szakorvosoktól, de hogyha nem egészíti ki ezt egy jó ápolói munka, hogy a körülmények olyanokká váljanak, hogy a gyógyulásnak minden feltétele adott legyen, akkor nem biztos, hogy össze tud jönni a gyógyulás. Úgyhogy én az ápolói szakmában és annak a becsületében, illetve az arra való odafigyelésben azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon-nagyon fontos célpont kell ez legyen és feladat. És tényleg a kórházban hallottam a főorvosoktól is, hogy nem mindegy, hogy kivel dolgoznak. És nem mindegy, hogy ki az, aki ott áll mellettük, és az orvosi vizit, az orvosi vizsgálat a következő alkalomig el, mi történik azzal a beteggel. És főleg az elmúlt lassan másfél évben, egy év, három hónapban láthattuk, hogy nem volt könnyű önöknek, és ezért köszönet. Korábban sem volt valószínű könnyű, de most az év, főleg amikor itt kellett legyen a Jakab Antalban, és nem mehettek haza, az azt gondolom egy olyan áldozat volt, amit kevesek vállaltak volna fel. És ezért is szeretném megköszönni ezt a munkát. És én külön annak örvendek, hogy a kórház menedzsmentje, a menedzserasszony, az ápolási igazgató azért dolgozik, harcol, hogy tényleg ennek a szakmának az elismerése minél inkább, minél magasabb szinten megtörténjen. Úgyhogy ebben kívánok önöknek kitartást, és hát további sok-sok eredményt, és sok-sok olyan embert, aki tényleg az önök gondoskodása mentén úgy gondolhatja, hogy sikerült visszatérni a hétköznapi életekben. Mulțumim pentru tot ce ați făcut și eu cred că în 1920, când s-a născut Florence Nightingale, aceea zi a fost una onorifică pentru noi toți, având în vedere că știm că activitatea dumneavoastră ce înseamnă și vine în conexiune și cumva ajută realizarea actului medical și fără activitatea dumneavoastră nu am reușit să avem atâția mulți oameni care ies din spital pe picioare și în sănătate. Așadar, acest premiu pentru cele două secții, eu cred că sunt una bine meritată și vă urez succes în continuare și să conlucrați în echipă. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a tevékenység, amit önök végeztek, az nem csak részünkről, megyei tanács részéről, hanem teljes megye lakossága részéről értékelésre tart, és ebben a munkában kitartást kívánok még egyszer. És hogy adjuk el? Akkor egyszer a tüdő részleg osztálynak, akkor itt lenne egy... Nagyon-nagyon szépen köszönöm a közösség nevébe. Jó, hogyha valamit még szeretném mondani, nyugodtan lehet. Vagy... Nekem van egy kicsi szövegem, én inkább felolvasom. Jó, akkor hogyha van egy segédje, akkor annak át kéne adni, és odajövök ön mellé, hogy hallatszodjék. Nem gond, ugye, hogy olvasom. Nem. Csak tényleg fel a maszkot. Megtisztelő számunkra, hogy minket, asszisztenseket jönnek ünnepelni önök, ma rólunk szólnak a beszédek, a mi munkánkat méltatják a hozzászólók. Annál inkább érezzük ennek jelentőségét, mivel egy rendkívül nehéz éven vagyunk túl, olyan kihívásokkal szembesültünk, amelyre mostanig nem volt példa, amelyek naponra próbára tettek az emberek egészségéért, életéért vívott harcban. Igyekeztünk helytállni, minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy le tudjuk győzni a halálos kort, visszaadjuk az emberek hitét, reményét egy betegségmentes jövőbe. Ebben a kemény küzdelemben mindvégig számíthattunk
az orvosok irányítására, segítségére, de elképzelhetetlen lett volna a sikeres munka, az ápolók, a takarítók és az egész kórházi személyzet odaadása, kitartása nélkül. Kívánok magunknak és minden gyógyításban résztvevőnek további jó egészséget és kitartást, hogy tovább tudjanak dolgozni az emberekért. Köszönjük szépen! Kitartás! És akkor a fertőző osztály részéről parancsolja. Köszönjük szépen a fertőző osztály munkaközössége nevében. Nagyon jó volt, rendben volt. Nincsen gond. Ha vagy valaki valamit szeretne szólni, vagy mondani, vagy hogy van a forgatókönyv még? Én beestem most így a késve. Én meg szeretném köszönni mindenkinek a kitartó munkáját. Most tudjuk, hogy az asszisztensek az egészségügyi ellátásnak a szíve és a lelke. Úgyhogy ahogy eddig, most ugyanúgy a járványban is megmutatták azt, hogy tényleg szívvel és lélekkel odaállnak a beteg mellé, és Isten áldását kérem a munkájukra. Köszönöm. Zárszóként, menedzserasszony. Hát azt elmondanám, hogy közben itt beszélgettünk Dombi doktorúrral, és arról beszéltünk, hogy mindkettőnket a pályán kezdetén hogyan segítettek az asszisztensek, hogyan támogattak és bátorítottak, és teljes jó érzéssel tanítottak meg sok mindenre. Nem csak az ápolásra, de olyan dolgokra is, ami emberileg formálja az embert, az alázatra, a betegek hozzáállására. Köszönjük szépen Menedzser asszonynak, és hát akkor én mindenkinek tényleg azt kívánom, hogy legyen áldás a munkájukon. Szávec, farte multe rezultate și să fiți la acolo lângă pacienți, cum ați fost și până acum. Mulțumesc! Köszönjük szépen!